Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 3-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő tervei, gondolatai, és erre megadja a választ ez a felső kártya. Ez a hatos szám a múltakra utal, vagy az emlékekre, vagy valami, vagy valaki visszatért hozzá a múltból. Ez a gazdag férfi lehet egy férfi is, lehet egy hölgy is, de neki van pénze, és ad, és ad, és ad. A másik pedig, aki itt a földön ül, az mindezt átveszi, vagy könyörög, hogy ez a gazdag férfi valamit adjon. De ez nem az egyensúlyt jelenti. Az egyik mindig ad valamit, a másik pedig elveszi tőle. Ez lehet az anyagiakat illetően is, lehet az is, hogy az energiáját vagy az idejét rabolja valaki. És itt jönnek nála az emlékek. Ez a kép mutathatja azt is, hogy valaki felette áll, és megpróbálja őt lekicsinyíteni. Ő most nagyon óvatos, mert ezeket az emlékeket átéli a gondolatában. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei. A nap és ez a vidámság arra utal, hogy belülről érzi az erőt és ezt a könnyűséget is, mint ahogy itt a gyerekek játszanak. De lezár valamit az életében, és kezdődik valami új. Az lehet, hogy ezzel a kezdettel ő várni fog a nyár folyamáig, mert erre utal a nap. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt nyílik egy új út, egy új lehetőség. Ő tesz lépéseket, mindent átvizsgál, és ez lelkesíti őt, mert a kezében ez a bot a tűz elemére utal, és szeretne benneteket is lelkesíteni. Viszont a napi kártya mutatja még a nehézségeket. Ezek lehetnek félelmek is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!